uradalomtörténeti konferenciát szervezett a Nógrádi Történeti Múzeum október 11-én. A már hagyományos országos rendezvény negyedik alkalommal színesíti Salgótarján életét, legfőbb célja a szakterület hiányainak pótlása. A Nógrádi Történeti Múzeum egy nagyon hiánypótló szakterület, tehát vállalt fel azzal, hogy uradalomtörténeti konferenciát és kiadványokat hoz létre. A sikerét és a fontosságát jelzi, hogy negyedik alkalommal rendezzük meg. Gyakorlatilag az előadók többsége szinte minden évben jelen van, baráti kapcsolatok is alakultak már, amellett, hogy a szakmai életben ez egy rangos konferenciává vált. Az országos találkozó vendégeit és a neves előadókat Székinyi dr. Strémi Melinda köszöntötte. A polgármester asszony elmondta, a városiasság, a városiasodás fontos alkotóeleme a gazdaság mellett a kultúra. Az ilyen jellegű nívós rendezvények nagyon lényegesek Salgótarján életében. A korábban már megfogalmazott, a kultúra várost épít mottónak megfelelve, mindenképp a megyeszékhely javára válnak ezek az országos találkozók. A városvezető köszöntőjének zárásaként egy örömteli hírt is bejelenthetett. Hétfőn volt egy olyan döntés, és ennek részese lehettem a parlamentben, amely véglegesen meghozta a hosszú hetek, hónapok küzdelmének az eredményét, ami azt jelenti, hogy Salgótarján a fenntartója lehet a Nógrádi Történeti Múzeumnak, és ezáltal megyei kihatású múzeumként szerepelünk. Ugye volt itt megyén belül, a szakmán belül talán inkább vita arról, hogy mely múzeum az, amely ezt a rangot, ezt a feladatot, ezt a szolgálatot, mert valljuk be, ez az is, megkaphatja, és én nekem ez nagyon nagy öröm, hogy most már tényleg pecsét került arra, hogy a Salgótarjánban lévő Nógrádi Történeti Múzeum az, amely megyei hatókörű múzeumként fog működni, és hát innen kezdve nagyon komoly feladatunk, az, hogy úgy alakítsuk ki a jogi kereteket is, gondolok itt a működési engedélynek a kitágítására, kiterjesztésére, illetőleg úgy fogalmazzuk meg a feladatokat, amelyek alapján valóban tudunk ilyen módon dolgozni. Salgótarján önkormányzata nagyon fontosnak tartotta, hogy ez a döntés így szülessen meg, és nagyon örülök annak, személy szerint is mondom, hogy valahol azért ebből a világból érkezve, hogy akár a könyvtár, akár a múzeum az önkormányzat fenntartásába kerül. Nyilván nem kis anyagi áldozatot fog ez nekünk jelenteni, de úgy gondolom, hogy pontosan a kultúravárost épít mottóból kiindulva ez nem csak feladatunk, de kötelességünk is. Ezért is döntöttünk úgy már az előző évben, hogy az ez év januári átszervezések előtt mi még megkértük az akkori Nógrád megyei múzeumi szervezet egy darabjának, egy, én azt gondolom, hogy nagyon értékes ékszerének, a Föld alatti bányamúzeumnak a tulajdonjogát és a fenntartási jogát még a megyei önkormányzattól, és hát ezt meg is kaptuk, tehát ebben az évben már a bányamúzeumnak, a Föld alatti bányamúzeumnak az önkormányzat volt a gazdája, és hát én bízom benne, hogy azt látják az ideérkezők és az itt élők is, hogy jó gazdái voltunk a bányamúzeumnak. És én remélem, hogy a múzeum kis csapata is azt fogja érezni, hogy januártól jó gazdája lesz a Salgótarján önkormányzata. Ezt követően dr. Szirácsik Éva, az intézmény vezetője, az önkormányzat támogatását és segítségét megköszönve egy a tavalyi év uradalomtörténeti előadásaiból összeállított kötetet ajándékozott a polgármesternek. A konferencia folytatásaként kezdetét vette az az előadássorozat, mely a feudalizmus nagybirtokainak életét mutatta be az érdeklődők számára. Gyakorlatilag a konferenciák tematikája úgy épül föl, hogy nem csak a nagybirtokok gazdaságával, társadalmával, hanem annak jogi, művészeti és egyéb vonatkozásával foglalkozik, tehát egy nagyon színes palettát tudunk így bemutatni évről évre. Gyakorlatilag az, hogy várossá vált Salgótarján, részben a nagybirtokosok lobby tevékenységének köszönhető, így ilyen módon nem idegen ez a téma Salgótarjántól, és gyakorlatilag a Nógrádi Történeti Múzeumtól sem, amely nem csak a 20. századi korszakkal foglalkozik, hanem több évszázadot ölel át.